Cső, hello, sziasztok! Hát akkor hello, sziasztok! Egy random streammel jelentkezem. Itt vasárnap este egy ilyen rövidke stream lesz egyébként, mert amúgy alapból nem szoktam ilyenkor. De most volt egy gépresi, tehát újra raktuk a Windows-t haverral, és megpróbálom most a Lords of the Fallen folytatni legalább addig a pillanatig, amíg legalább legyőzzük az első boss-t. Úgyhogy remélhetőleg nem fog crashelni a játék sem. Úgyhogy nem sokára azt lehet látni majd. Gyorsan is indítom a játékot. Remélhetőleg tényleg nem fog crashelni ez a csuda. Elvileg most már képet is láttok a játékról, remélhetőleg tényleg nem fog beszarni időközben. Úgyhogy ezt fogjuk szemrevételezni, hogy végülis hogyan fogunk boldogulni az első bosszal, és ha úgy alakul, egy picit még azért tovább is megyünk majd, hogy mi a helyzet. Akkor folytassuk onnan, ahol abbahagytuk, ugye egy brawler nevű típusú karaktert indítottunk, ami ugye alapból 17-es szintű. Úgyhogy is az volt igazság szerint a karakternek a különlegessége, hogy milyen középpáncélban tud tevékenykedni, és van alapból egy kalapács, viszont én egy ilyen speckó, ilyen, hát ilyen parázsló kardra váltottam, mert nem tudom, valahogy effektívebb a támadási mechanizmusa. És talán jobban fogunk vele boldogulni. Na, akkor beszéljünk ezzel a Kasló nevű sebesült szerzetessel, vagy mi ez? What are you waiting for? Open the door. Hát akkor ne szarakodjunk, nyissuk ki az ajtót. Ugye az ellenfelek ugye újra termelődnek, mint bármelyik Souls típusú játékban. Egyébként nem azért játszok ilyen típusú játékkal, hogy én is így virtuális péniszt méregessek, hanem mert kíváncsi vagyok erre a játékra. Meg különben is igazság szerint elfeledett játékokról szól, igazság szerint a streameknek a nagy része, úgyhogy ez is valamilyen szinten közéjük tartozik, úgyhogy nézzük, hogyan szuperálunk az első boss ellen. Szorítsatok, én fogok. Tűnik ő lesz az első ellenfelünk. Nagyobb. És nem szarakodik, ahogy nézem. Kösz. Hát akkor induljunk megfele. Érdemes hátrébb állni. A pósonok már egy gomblomásra vannak, úgyhogy ha nagyon nagy gáz lenne, akkor tudunk inni belőlük. Próbáljunk csak egyet-egyet ütni belé. Hát, aki tapasztaljuk, hogy hogy üt. Hopp. Ez az. Biztos, ami tuti, azért messzebb burulok. Ez még így is vett le életerőt. Pajzsot azt azért el kéne kerülni, illetve ezt a nagy támadást.
király, nagy támadás után legalább egy kisebbet is be tudok vinni. Úgyhogy ez nem szar, hogyha tudjuk. Azaz. Közben törik a pajzs a faszán, úgyhogy még jók vagyunk. És már egy csík a négy csíkból lement, szerencsésen. Reméljük így marad ez a további harc további részében is. Ez mellé ment. Ez a pajzs egy kicsit meglökte, ajjajjajjajjajjajj. Ugurunk egy picit hátrébb. Mondjunk egy potion, biztos ami tuti. Aha. Kicsit túlságosan elbíztam magam ebből a szempontból. De legalább még jól állunk. Aztán sikerült belőtni a panizsába. Még több páncélzat esik le róla, tehát azért haladunk. És már a fele életere jelent van, úgyhogy király. Ajjajjaj, ezt nem éppen sikerült elkerülni sajnos. Aha, nem jött be. Gyere, gyere! Az lesz a jó. Király. Sikerült egy kis sebzésbe vinni neki, ha már picit távol voltunk tőle. Az már lejjment megint csak. Jó, hadonásszál csak. A pazsának annyi. Wow, 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 wow. Neki indult. Ajajajaj, uff, kicsit túl közel maradtunk hozzá, az igazság. Ujjjjjj, majdnem elkapott minket. Ez az, király. Meg is volt az első. Jó, mondjuk nyilván a profi játékosoknak ez semmi se lenne, de én azért ezt nagy győzelemnek érem meg, mert azért végülis mégiscsak az első bossról van szó. Ugye Harkin legyőzte a First Warden-t. Fasza. What was that? One of those lords Kazlo keeps talking about. Na, szóval Kazlo beszélt ezekről a lordokról, ugye? Érdekes. Felettébb érdekes egyébként. Nem tudom, srácok, hogyha egyébként valaki bevetődik, nyugodtan szóljon, hogyha esetleg akad ez a csuda.
Jó van, de legalább megvolt az első boss. Szerencsésen. És akkor kaptunk egy ilyen rúnát, illetve kaptunk egy Persistent nevű kardot. Gondolom ez a csávó kámé volt, akit az előbb levertünk. Ó, oh, van egy érdekes jelzés. Vagy mi az össz? Ó, oh, karakterfejlesztés, aha. Tehát minden ugye kill után kapunk tapasztalati pontot, amit ugye el tudunk raktározni, és ugye karakterfejlesztésre tudunk tölteni, és ugye ha megkapunk, akkor bukjuk ezeket a pontokat. És ahogy látom, hogy minél több van, minél többen rendelkezünk, annál nagyobb hulitalmat kapunk ugye az elesett ellenségek után. Fasza. Fasza. Nézzük is meg. Ó, oh, ez az ugye a karakterfejlesztő cucc. És akkor itt láthatjátok az attribútumokat, a képességeket. Ah, itt faszán van, le is írja, hogy miről van szó. Attribútum, illetve spell kategória, tehát hogyha a varázslásra tennéd a hangsúlyt, akkor arra is lehet nyomulni. És akkor ugye lehet ezeket aktiválni. Illetve itt annak a tulajdonsági körök, amin belül kell majd. Lehet majd váltogatni, és akkor itt van a karakterünk adott pontjai, illetve ugye a pontok, amik itt vannak, mennyi damage-ünk van, mennyi a páncélunk, milyen a varázslati csúszkánk, mennyi súly tekintetében mennyit bírunk el, ugye, és mennyi van nálunk, mennyi ugye a stamina mértékünk, illetve mennyi az életerőnk. És gondolom ugye ezt majd ugye tudjuk fejleszteni is majd. És akkor itt tudunk spell pontokat, illetve attribútum pontokat hozzáadni majd a karakterünkhöz. És akkor ugye az M-mel spell pontokat adsz, tehát az XP-nek megfelelően, illetve az attribútum pontokat tudsz hozzáadni. Fasza. Király. Itt vannak különböző, ugye ez a brawlerhez kapcsolódik, ugye itt is vannak különböző képességek. És ahogy látom, ugye mindegyik egyfajta fate levelhez van kötve. Úgyhogy eddig kell feltornáztunk ezt a fétet majd. Hogyha arról lesz szó, hogyha például remet akarunk aktiválni. És ahogy nézem, ahhoz 12-es szintű fét kell. Az meg szerintem van nálunk, úgyhogy attribútumokból szerintem nyomatunk. Amennyit csak lehet. Fét. És ugye a vitality ugye az életerőnket fogja növelni. Az erő az ugye... azt teszi lehetővé, hogy minél nehezebb felszerelést vigyük magunkkal, mondjuk elég ez is csak 9-es, úgyhogy ezt is majd feljebb kell húznom. Ez majd ilyen közben lévő farmolás lesz. Ugye majd az endurance lesz, ami fontos szerintem még ugye, hogyha staminát akarunk növelni, illetve talán még az agilitás is ugye, hogyha gyorsan akarunk fegyvereket használni. De egyelőre én a mondó vagyok, hogy nyomassuk el ezeket az attribútum pontokat. Egyszer az endurance-re és egyszer az agility-re. Ezek jók lesznek majd. Már van még egy attribútum pontunk, úgyhogy ezt meg talán erre el tudjuk költeni, vagy lehet, hogy ez nem is arra való majd. Akkor nyomjuk ide el. És ugye, hogyha még szerzünk XP-t, akkor ez itt jelenik majd meg. És akkor azt szerint tudjuk elosztani spell, illetve attribútum pontok szerint. És akkor ez egy ilyen kisebb, ez egy nagyobb menü része, itt találjuk ugye az inventory-t, hogy milyen cuccaink vannak, illetve itt van egy, hát egy ilyen bővebb információ a lore-ról, tehát a világról magáról, ahol létezik a játék, illetve Harkin maga, akit ugye irányítunk. Ráadásul... The bones are moving, growing. És ugye ezek a itt ezeknél a rebegő vörös kristályoknál tudunk a karakterünket fejleszteni, illetve hát kvázi bonfire-ként is funkcionál. Ugye checkpoint, illetve itt tudjuk feltölteni újra a potionjeinket majd. Úgyhogy kvázi mint bonfire funkcionál a játékban. Mint azért még körbenézek, hát ha találunk valami hasznos csomót.
before it chooses us. Ezekbe a vázákba, ugye? Hát a láncokat nem fogjuk tudni átvágni, úgyhogy ez így bukó. Hát itt följebb volt valami hasznos csomó, ami elkerülte a figyelmünket. Ugye a spell az ugye majd a varázsláshoz kell majd. Legalábbis van egy olyan sanda gyanúm. Majd ahhoz fog majd kelleni. Igen, és ahogy nézem, ugye az előző területekre is el tudunk menni, tehát tudunk egy kis XP-t farmolni. És mivel ugye amondó vagyok, hogy játékbemutatás van valamilyen szinten, úgyhogy egy pici farmolás azért benne lesz ebben a streamben, úgyhogy csapassuk neki. Legalább gyűjtjük az XP-t és edzettebbekké válhatunk ezáltal. Ajjajjajjajjaj, hát kezdeti nehézségek mindig vannak, ugye? Rejt egy-két újabb cuccot ez a helyszín. Tükört itt azért még teszünk. És hogyha nem akad semmi érdekes, akkor tovább is tudunk menni a játék következő szakaszára majd. Aminek köszönhetően ugye tovább tudunk fejlődni, illetve új ellenfeleink lesznek, és talán eljutunk a második bossig is, hogyha arról lesz szó. Ajjajjajjajjajjajjajj. Köszi. Your experience. Legalább növekszik az XP mennyiségünk. Itt megiszok egy potiont, biztosan tuti. Szerencsé, egy picit hülyék ezek. Azért mák, hogy picit hülyék. Ugye, gondolom alap ellenfeleknek számítanak, hogy a játékban lehet egy csak azért, így bemelegítés gyanánt. Oké. Okay. Tovább. Ja igen, ugye az előző streamben is azért nagyjából sikerült elmondani, hogy lehet itt is lopakodni, hogyha arról van szó, hogyha hátul áll az ellenfél, akkor egy komoly csapást lehet neki bevinni faszán, úgyhogy ez azért jól jön esetenként. Emellettileg a játék amúgy nem akad. Bár mondjuk majd, hogyha esetleg úgy alakul, akkor mindenképp visszanézem majd, és ha tényleg olyan lenne a minőség, vagy valami, akkor visszaveszem azért a játék grafikáját. Mert hát nincs egy atomgépem, de legalább nézem, legalább legyen valamilyen, fusson rendesen. Közben találtunk faszán egy energy shardot. Így plusz itemként, plusz cuccként, bocs. Esetleg, ha tudsz, el tudom mondani magyarul, akkor felesleges angolosítani, érted? Szerintem. Hát mostanában ez a menő.
Mindig is leszartam, mi a menő, tök mindegy. Legalább tudjuk legalább, hogy mik várnak ránk, úgyhogy nem érhet túlságosan felkészületlen minket a dolog. Plusz legalább azért markunkba jut. Magic Energy Shard, az majd később lesz érdekes, ugye? Vagy legalábbis gondolom. Jó, egyébként még jók vagyunk, ahogy nézem. Hiába kaptuk meg a bosstól a kardját, az a legerősebb most jelenleg a repertoárunkból, úgyhogy nem sok értelme volt, hogy megkaptuk. Aha, itt vannak a feljegyzések közben. They are spreading towards our village. I beg you, be careful. Something evil is happening. I can feel it. Always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please, please, be safe. Érdekes. Ja igen, és ugye ez korábban ugye itt szerepelt nekünk, hogy ilyen portálok nyílnak, ilyen challenge pályák képében egyébként. Amiben be lehet lépni. Hát végig is benézhetünk. Ki tudja, mi van itt. Wow! Lehet, hogy még korai amúgy, hogy ide jövünk. Érdekes ládák ezek. Lehet, hogy itt vannak valami speckó cuccok, amiket föl tudunk venni. Oh! Faithful Discipline. Egy gyűrű armor, vagy mi fene. És látom, mindegyikbe lehet valami hasznos cucc. Ó, shield. Meg Ghost Merge Shardot kaptunk. Merge Shard, legalábbis ez a neve. Majd megnézzük, mire jó. Már mondjuk, mint ezt múltkor néztük volna. Ó. Rúnák. Elég sötét, ezzel nem éppen mennék ezen tovább. Ki tudja, hogy ezután mi van. Ajajaj, igen. Sebződünk. Oké, jó. Ha megérte ide bejönni, mert itt voltak speckó cuccok, jó van. Király. Megérte. Akkor menjünk tovább. Gyere. Ajajajajajaj. Na ez az. A faszán sikerült a dolog. Nézem, itt újra termelődtek az ellenfelek is talán. Ott találtunk legalább fasza. Újabb Ghostmer Shardot. Mindegy, ez a portál azért hasznos cumó volt, úgyhogy mindenképpen megérte benézni. Újra fel tudjuk menni faszán. Energy Shardot tartalmazott, király. Initiation Room. Ami kihallgató szoba vagy bevezető szoba lehet talán. Checkpoint. Mennyi XP-nk van, azt mondjuk. Ó, oh, és közben lett 6 potionünk is, mert ugye találtunk egy ilyen üres üveget, amivel újabb darabbal tudtuk bővíteni az életerő csomagunknak a mikéntjét. Ah, 745 XP. Akkor rakjunk egyet a spell pointra, bár mondjuk pont nem lesz elég, mindegy, legalább akkor következő alkalommal elég lehet. Jó van, fasza. Megérte benézni oda a portálba. Jó van, akkor menjünk is tovább. Csoda lenne, itt nem lennének ellenfelek.
különben. Hát itt nincsenek, ahogy hallom. Van egy kis láda, semmi nincs. Na, ott viszont lesznek. Azt mondjuk hátulról is lehet tudjuk kapni, igen, ezt tudjuk, köszi. Ugye a meglepetés erejével is tudunk támadni, ha arról van szó. Ez az. Köszi. Újabb feljegyzés a játék világáról. Ezt azért felvesszük. De előtte ezt meg kínáljuk egy kis fémmel. Köszi. Azért. Soon after banishing the god, the three men that were known as the judges parted ways forever. Apart from their common goal, they were very different in every possible way. Three statues were built for them on the square of the judges, displaying the distinct paths they had taken. These statues hold a secret, as if it were their heart, but it is retained by the stone. Only the shard of heroes could make that heartbeat, and only an unearthly force could tear it out. Ott van egy nagy darab ellenfél, úgyhogy igazság szerint mindegy, hogy lopakodunk éjjel vagy sem. Azt meg gondolom, ugye nem lehet kinyitni, miért is lehetne. Hova tűnt? Lement teljesen. Nem, nem ment le. Fasza, itt akkor faszán vele a lépcsőn kell harcolni. Nem igazán látszik a kamera forgástól, úgyhogy fasza. Még egy kicsit és kéne bele. Ez az. Király. Fasza, akkor már lefele is tudunk menni. Ó, ott van egy cucc. Na, oda viszont hogyan fogunk jutni? Várjál csak. Van egy olyan gombunk, hogy... Ez az. Ez bejött. Na, nézzük, mit adott. Ó, kulcsot. Quest tárgyat ráadásul. Fasza. Király. Megérte ide beugrani. Mondjuk mák volt, hogy tudok futás közben is ugrani. És így be tudtam ugrani így a szobor és a lépcsőforduló közé. Úgyhogy ez nem hátrány. Ó, itt ketten is vannak, nagyon jó. What exactly were the lords? Mik voltak pontosan az urak? Fene se tudja. They blindly followed the god. Anyone who tried to talk to them. De egyiket talán le tudjuk ütni anélkül. The lords did not come for discussion. They came to serve their purpose. Szerencsé, hogy az animációban nem tud belezavarni ez a csoda lény. Úgyhogy ez volt a mákunk többségében. És ez is rejt legalább valamit. A rogue kasztnak, rugó kasztnak egy armor szettet. Na és gondolom erre lehet majd tovább menni, de fönt volt két ajtó is, úgyhogy ezeket először megvizslatnám. Nézzük, hogy itt mi van. Ó, de jó. Ott van egy ilyen csoda lény már megint. Szerencsé, egy pont kitart még a staminánk. Az alló képesség. Secrets. Mint ezt a falat át lehetne törni, csak gondolom még nem vagyunk rá képesek talán. Gyorsan. Nézzük ezzel a kalapáccsal hátha. Nem. Lehet, hogy ez egy másik képesség fog majd kelleni. Lehetséges. Ezt a helyet nem fogom elfelejteni, hogy fejben tartom, ide is vissza lehet majd jönni. Ó, közben találtunk egy monk botot. Azt hiszem szerzetes talán, azt jelenti. Itt van még egy ilyen csodálatos lény, ide be somfordálunk. Ezt leütjük. Fasza.
király. Még egy feljegyzés. És akkor gondolom ez volt a másik ajtó, ahol be lehetett jönni. Igen. Jó van, faszom. We will be on our way. Please prepare for a few dozen refugees. Na, húzzunk innen. Ugye ez a Magic Lens befolyásolja, hogy milyen játékstílust képviselünk. Ugye többségében ugye ez az erő az, ami nyomon követhető. Ah, új helyszín a... falak, ugye? Ah, jó nagy hely amúgy. Különben is, ahogy látom, itt is el leszünk látva ellenfelekkel. És ahogy nézem, ott velünk szemben lesz majd egy új is. Faszam. De nyomjunk be egy checkpointot. Biztos, ami tudko. Megnézzük, hogy van-e annyi pontunk, aminek a segítségével talán fél tudjuk. Ó, király! Pont kijött egy spell pont, és ezt talán el tudjuk költeni erre. Nem, nem tudjuk. Először még akkor ezt a prayert kell megvennünk, ami egy klónt hoz létre, ami eltereli majd az ellenségeink figyelmét majd, úgyhogy... Pak! És akkor ugye, mivel ez meg, ennek megvan az első szintje, ugye kinyílt ez a Rage Meter is, ami több sebzést fog nekünk adni, illetve a Ram, ami egy ilyen, hát ilyen charge lesz majd, ilyen öklelő támadás, ahogy nézem. És ugye majd később megnyílik ez a Quake nevű képességünk is. Fasza! Király. Spell. Gyors azért bevetődök így az irányításba. Controls. Shield skill az majd nem, az nem most lesz majd érdekes. Spell, akkor X. Pillanat, srácok. Egy gyors újraindítást igényelt a játék, bocsi. Úgy tűnik, még mindig nem akar rendesebb működni a csodálatos Szityi interaktívos játék. De most már legalább túljutottunk egy bizonyos részen, úgyhogy haladunk, haladunk, haladunk. Viszont ez kúrva jó az a háttérkép egyébként, ahogy bejön, úgyhogy... Na, fújtassuk a brawlerrel, ami már 14-es szintű, úgyhogy talán jók leszünk vele. És akkor meg kell találnunk ezt a szerzetes haverunkat, ugye, aki kísért minket ezt a kaslót. Remélhetőleg él még. Úgyhogy az lesz, hogy megtaláljuk ők elmét. Majd kiderül még, mi lesz. Egyébként azért gyors megvizslatnám, hogy a spelleket hogyan lehet egyáltalán használni, mert az oké, hogy megnyomtam az X-et, és ugye lehet váltani spellek között, de... Aha, kettes gombbal majd. Jó. Köszönöm a lássan. Jó, van, ezt gyors megnéztük legalább. Meg minden. Úgyhogy fasza. Úgyhogy mondjuk kár, hogy nem vagytok itt most, mert
mondhatnátok véleményt is a játékról, hogy eddig milyen, meg hogy tetszik nektek. Úgyhogy mindegy, de majd egy jó alkalmasabb időpontban, mert ugye holnap új suli van, meg meló van, úgyhogy meg ma mindenki úgymond november 1-ből kifolyólag azért más csinált, nyilvánvalóan azért ez fontos. Természetesen. Ugye én is ugyanezt csináltam, ugye? Közben volt egy-két plusz dolog is. Ugye abból kifolyólag, hogy november 1-je van. Ilyet. Legalább checkpointként funkcionálnak, úgyhogy fasza lesz. Érdekes dolgokat produkál a játék, mindegy, ezt amúgy kivágom majd, úgyhogy... Még szerencsére úgyse vagytok itt sokan, úgyhogy nem látjátok ezt a szart, úgyhogy... De legalább a mentési rendszerrel nincs probléma, ami igazából az ilyen típusú játékoknál a fő fókusz, úgyhogy... Hogyha... tényleg kurva nehéz, akkor legalább mentsen rendesen, tehát. Úgyhogy legalább ez működik. Ugye az X-et tudunk, ugye ez majd spelleket váltani, hogyha több lesz. És ugye majd a kettessel fogjuk tudni aktiválni azt majd. De mivel még nem állunk azon a szinten, hogy szükséges legyen, illetve nincs is annyira felfejleszte, ezért még teljesen felesleges. Szerintem kész több lesz, több haszna majd. De van legalább 6 heal potionünk faszán, úgyhogy teljesen jó az arány. Ó, oh, nem is tudtam, hogy be lehet ide jönni, de közelbe. Ó, oh, de jó, itt átvágsz, de jó neked. Szégyeld el magad. Legalább hátul is lehet támadni. Ó, oh, itt van egy, ott van a régi haverunk is, a kedves Rogár Pali. Ugye ezek rogárok, rogárharcosok. Fő tudsz jönni? Ah, fő tud jönni. Jó. Legalább itt is el tudjuk akkor intézni, és akkor ezek a kis köcsögök nem tudnak közbe szólni. Meg meglepni minket, hogyha arról lesz szó. Az Luffy volt, jó van, szép volt, drag. Köszi. Kösz. Ez az fasza. Jók vagyunk, egyenlőre. Szerencsére, hogy ezek a csodálatos lények vakok, tehát idáig biztos eljöttek, viszont mögéig tudunk lopózni, hogyha arról van szó, csak ne találjanak el minket. Ó, oh, még hanghullámjuk is van. Ez új. Gyere csak ide. Halló? Ez az. Ha már megtehetjük, akkor miért ne lehessen lopakodni. Bár mondjuk ő egyedül van, úgyhogy... Jajaj. Gyere.
Olyan hülyén pörög, meg olyan hülyén tud támadni amúgy. Oda kell rá figyelni. És még így be tudod vinni egy csapást. Na, ott lesz majd egy harcos. És ahogy nézem, ott van egy kallantyú is. Ó, itt van egy szerzetes. Akkor azzal a kallantyúval fogjuk majd szerintem kinyitni. Addig nézzünk el erre a másik oldalra, hát ha itt van valami. Ó, még egy ilyen rogár haverunk. Szeressük. Na gyere haver! Szerencsé, hogy viszonylag gyorsan is vissza tud töltődni ez a dolog. Meg hát többet is használhatnám a pajzsot is, mondjuk nem ellen, ez ellen a támadás ellen. De lehet azt is használni legalább. És azért elég effektív a tudsz, úgyhogy legalább van értelme is, hogy használod. Úgyhogy ez azért a játék számlájára írható, hogy azért nem rossz benne. Ó, ő egy új típusú harcos lesz, és ahogy nézem a gyorsabb típusból, kis pajzsal és karddal. Ő a... Ajjajjajjajjaj! Ez az. Na, jó levédi a támadásainkat, ez már biztos. Látjátok, szerintem a könnyű támadásokkal talán jobban célba érünk, mint az erős támadásokkal majd. Viszont azt tényleg meg kell mondani, hogy igencsak mozgékony. Ez az, mindjárt. Jó lesz. Na is Béle, ez az, király. Fasza, jók vagyunk. Nézzük itt mi van hátam, vagy itt valami faszacúz, de nincs. Ahogy nézem, ott is lesz, várnak ránk elég rendesen. Ó, és itt lesz egy nagyobb terület, ahogy nézem. Van egy csanda, gyanom, itt lesz majd a, ott lesz majd a következő boss harcunk ezen a nagyobb aréna területen. Élvezetes lesz majd. Látom előre. Tűnik, akkor kinyitottuk ez alapján a kaput. Lehet, hogy szarság meg minden, de azért én visszamegyek menteni. Biztos, amit tudja. Jó, közben itt hagytunk egy cuccost. Nézzük. Energy shardot adott legalább, fasza. Gyorsan elmentjük a cuccokat. Nézzük közbe. Hát nem sok helyre használhatjuk el. Mindegy, a rem az egyébként kelleni fog majd, úgyhogy ezt a spellre nyomjunk majd pontot, majd egy csomót. Hogyha arról lesz szó. Illetve annyira sűrűn akkor nem járok visszamenteni. Mentegetni. Ugye az tapasztalati pont módosulásokat is figyelembe veszi majd. Na beszéljünk, mi a helyzet? You! Help me! Please! What happened to your hand? Spider venom! Ó, pókméreg! Nagyon jó! Himself touched it. Nagyon jó lett! And sucked the poison out. Too late! It already spread! There's only one way to stop the venom. Separate the poison limb from the body. You want me to cut my arm off? You're a madman. You'll see the judges soon then. I can't. I won't. It's in your hands. Hát, bocs haver, de muszáj levágnunk. Ha élni akarsz. All right. On your head be it. Fitch. Hát,
hogyha élni akar, akkor másra megoldás nem volt. I owe my life to you, stranger. Ott lóg a csónk. Wait. You're not one of the monastics. Hát nem. Markings on your face. A gift from the court. Bíróságtól kapott ajándék. Please. Put the axe down now. Nem foglak megölni, nyugi. You need someone to patch you up. You won't hold long in this state. Hát nem hozza, nem húzza sokáig. And yes, I see the irony of the situation. Hát igen. You must have supplies. I do. They're in the laboratory, but the place is full of rogar beasts. Tele van rogár szörnyekkel. I won't make it there in this condition. Majd én kipucolom. De. Adok neked egy potion, tessék. Here, take this one. Hát ez segít neked. Jó, van fasz, akkor menjünk tovább. Viszont tőle még tudtunk volna kérdezni valamit, nem? Nem. If we both survive to see the Keystone Citadel, I hope our paths cross again. Na, szóval a Keystone Citadella felé kell majd kell haladnunk ugye Harkinnak magának is, ugye a főszereplőnknek, és akkor ott talán találkozunk újra ezzel a szerzetessel. Na? Ó, erre kell menni. Ahogy nézem. Meg erre is tudnék menni. Nem. Az ajtó blokkolva van a másik oldalról, úgyhogy ez az egyetlen út. Ó, de jó. Megvannak a delikvens pókjaink. Nice. Jó ronda dög vagy, ezt már meg kell hagyni. Szerencsére csak egy csapás is elég ennek a rohadéknak. Undorító dögök. Esze. Nézzük hát, ha itt van valami hasznos cumó. Wow. Fasza. Energy shard megint. A plusz láda, nézzük itt rejt. Ó. Oh. Nézzük. Ó, oh, hot blood. Armort rejtett. Azt mondjuk meg kéne nézni, hogy mit akar. Illetve meg kell nézni azt, hogy mi ez a gyűrű egyáltalán. Nem tudom mire jó, de biztos. Jó van, akkor használjuk. Ó, és itt vannak ugye. Ugye amit mi viselünk, ugye a sisakunk egy ilyen medium páncél, tehát így nagyjából véd minket. Ugye vannak azért heavy armorok, de ugye azok súlyuknál fogva azért így nem éppen megfelelőek, úgyhogy majd ha esetleg jobbat találunk, akkor majd válthatunk. Ugye és akkor ezek így gyengébbek, tehát gyengébben védenek, ugye. Ó, itt azért vannak, ó, ez mondjuk ez a light armor, ez egyébként nem rossz. És jobban is véd egyébként, mint maga a cleric armor, úgyhogy szerintem át is váltok erre. És hogy nézem, még könnyebb is, úgyhogy mindenképp. Ó, oh, király, és még nem is néz ki szarul, úgyhogy... Stílusos is, meg hasznos is lehet talán. Nézzük a másik kategóriákat. A cleric kesztyű páncélunk, ugye ezek szerint a legjobb. Uh-huh. Hát, csizma is marad akkor egyelőre. Itt nem kaptunk plusz cuccot pajzsnál. Ó, ez a Bulwark Shield, ez azért eléggé baszó. Meg azért véd is rendesen, viszont igen csak nehéz, úgyhogy egyelőre marad az, ami van. Illetve kaptunk egy... Ó, kaptunk egy... Baltát. Aminek 9-el jobb a sebzése, mint a jelenlegi kardunknak. Illetve van itt egy staff is, de viszont az viszont nehéz is. Úgyhogy lehet, hogy kaszára váltunk, mert ennek jobb a sebzése. Illetve itt annak a potionjeink. Beállítjuk kedvencnek ezt. A életerő potion, mert arra mindig szükség lehet. Ezt a Magic Energy Shardot még szerintem felesleges. Attribute Point Shard, tehát ilyen attribútum pontot adna. Spell pontot adó shard, az majd később lesz érdekes. Ez is Energy Shard, az még érdekes lehet, úgyhogy ezt is szerintem berakhatjuk. Kedvencekhez. Ez a Gossmer Shard, tehát ez meg ugye visszahozza a szelleminket és helyreállítja az XP-t azonnal, úgyhogy
Ezek majd később lesznek majd érdekesek, de legalább találtunk csomó hasznos cuccot, és azért eléggé jól néz ki most a karakter. Meg azért talán ütőképesebb is azáltal, hogy használják ezeket az új öltözékeket. Aha, szóval tudunk egyenesen. Ó, és ahogy nézem, balra is tudunk majd menni. Akkor nézzük el, mi van itt. Ó. Értem. Ez egy hosszabb rész, úgyhogy inkább nézzünk el erre majd. Ajajajajajajajaj. Megszívott minket egy kicsit. Nem majd legalább sikerült leütni. Ó, itt van valaki. Hello. Én csak így gyűjtögettem az ilyen eszközöket. Én nem bántok senkit egyelőre. Na, lehet vele dumálni. Na, mit mond? You. Get away from me. Don't hurt me. I've no mind to take your life. You have my thanks. But understand your markings. Your face. Nem véletlenül mondjuk. There are demons infesting the whole of this place. Démonok. Flee if you wish to live. Everyone took refuge in the citadel. Antanas, our leader, gave oath that he would mark the way to the remaining entrance. But I can't follow the signs when the whole place is teemed by those monsters. I'm trapped. I'll keep an eye on the markings. Jelek. Listen carefully. This trinket will help you discover Antanas's markings. There are three signs I know of. Please find them. Return to me as soon as you locate the signs Antanas left for us. If you help me, I'll give you something of interest in return. Jó, kaptunk mellékküldetést is. Guide of Atanas. Ez is valami armor. Atanas titkos jeleit láthatóvá teszi a követő számára. Jó van. Gondolom akkor majd vissza kell mennünk korábbi területekre is majd ezáltal. Legalábbis ez a sanda tippem. Ó, és ide visszajutottunk, ahol voltunk is. Fasza. Teljesen jó, teljesen jó. Jó van, megnézzük, hogy mi a helyzet. Fejlődés szempontjából. Hát ha van valami érdekes. Hát mondjuk nincs sok pontunk. Pont nem elég, jó van. De legalább jók vagyunk. Az életünk legalább visszatöltődött. És ahogy, nézem, minden vissza tudunk majd menni. Úgyhogy ez jó lesz. Azért még fölnézek, hát ha itt visszatermelődött az ellenfelünk. Nem, nem termelődött. Na, itt viszont itt is van egy ilyen cuccosunk. Ilyen kallantyúszeriségünk. Nem tudom, ez mondjuk mire jó. Hogy mit nyit. Mindjárt kiderül. Vagy lehet, hogy lezártuk a korábbi jövetelünk kulcsát. Nem, valamit, mintha kinyitott volna úgy. Ó, azt. A velünk szemben lévő cuccokat, aha. Szóval ezt kinyitotta nekünk, fasza. Az elég jó. Az mellé ütött rendesen, jó van, szép volt, Harkin. Ó, sikerült legalább hátulról leütni. Ez az. XP. Jó van, fasza. Ah, és ahogy nézem, ugye az a lenti járat az ott oldalt vezet végig is, akkor ott fönt ki tudtunk volna lyukadni ide. Jó van, fasza. Érdekes, érdekes. Ah. Faszán a pajzs azért bevédi ezeket a támadásokat. Csak jókor kell hárítani.
Oké. Okay. Hát ez hülyeség volt így. Heal azért nem árt. Ajaj, ez mellé ment, haverom. Ezt mellé ütöttük faszán. Na így. Így már jobb lesz. Mondjuk ez a balta, mintha nehezebb lenne kezelhetőség szempontjából. Ah, közben találtunk egy ládát is faszán. Örbetű. Ó. Találtunk közben egy heavy armor szettet is legalább. Mint egy rúna. Ezek a rúnák mire lesznek? Jók, azt nem tudom. Aha, mágikus rúnák, ha jól olvasom jó felső sorokban, amik majd kraftoláshoz lesznek jók. Aha. A speckó fegyvereket, meg pajzsokat tudunk belőle majd készíteni. Hát hello, régi barátunk. Már így a játék kezdetétől fogva. Ujj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 
megérte azért fűszedni. Halló? Itt le lehet majd menni. Gondolom, itt további csodálatos lények fognak ránk várni. Itt vagyunk a főfalnál. Itt van egy kallantyú. Nem fog kinyitni, ezt nem tudom. Azt kinyitja, király. De amúgy is benéztem volna. Ott van egy mentési pont. Itt mi az? Mi ez? Ez egy kesztyűnek tűnik. Azt a rohadt. Durván néz ki. Lehet vele lőni, ahogy nézem. Szóval a kesztyű egy univerzális fegyver. Mágikus energiát használ különböző támadások esetén is. G-vel lehet használni. Nyilván craftolni is lehet majd vele, jó? Magic Gauntlet Blast. Király. Így azért még durvábban néz ki a kedves karakterünk. Projectile, illetve Blast. Explosive. Érdekes. Érdekes dolgok vannak. Közben tudjuk váltogatni az egyes csodálatos dolgokat, amik elérhetőek a számunkra. Northwatch Tower. Nem emlékszem, hogy mintha itt lettünk volna. De jó ég, hol vagyunk? Az lángol? Ez egy gyönyörű, ha igen. Ez egy íjász. Hát hello. Baszódj meg. Meglékeltük egy picit a búrádat, ugye remélem nem zavar. Bruna. Itt volt a Pali. Van itt még egy. És így használjuk a varázslatot, fasza. Ugye a prayert. És akkor egy ilyen klónt hoz létre majd. Fasza. Spell ready. Gondolom ez a magic shard lesz majd a megfelelő.
Ja, az az. Gondolom ezt meg majd a Q-val kell majd használnunk. Ó, ahogy nézem, ott meg ott van a checkpoint, úgyhogy vagy a Bonfire nevezeti csodálatos intézménye a játéknak. Ajajaj, ott van egy íjászunk, hello! Na. Nem kéne. Potiont azért meg kéne inni, biztos, ami tuti, ajajajajajajaj. Bajban leszünk így. Jaj, de jó, itt még van egy ilyen rohadék. Az a nyádat. Ebből halál lesz így hamar. Nem leszünk így jóba. Hú, még ha el is találtad volna. Ah, bazzeg. Jó van, megvan az második halálunk. Mert egyszer már korábban meghaltam a játékba. Csak az nem került streambe. Ghost. Ja, így akkor nullázódnak az XP pontjaink. És ugye vissza kell ezeket majd szerezni. Legalább a fegyverek azért megmaradtak. Gyorsan azért elszaladok odáig. Ami tuti. Jajajaj. Köszi. Ajaj. Az miért jött ide? Különben. Na mindegy. Hűha. De jó fejek vagytok, hogy erre jöttök mindig. Mocskos pók. Elfelejtettem, hogy ez is visszaspónol. Fú, de rondák ezek még mindig. Köszi. Ujj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 
Aha, kár, hogy nem blokkolja inkább a támadást. Ajaj. Ne. Aha, ez van, hogyha sietsz egy ilyen játékban. Az volt a baj, hogy siettem. És akkor ugye az előző XP pontokat meg így ugye bukod. Jó. Ez egy fokkal ugye másféle megközelítést igényel majd. De kipróbáljuk most legalább a kesztyit, hogy milyen. Ah, azért sebzése van. Azért van itt sebzés. Viszont elég sok magikát használ. A kedves. Na, hogy elugranál, kedves Harki. Köszi. Szevasz. Legalább akkor nagyjából tudom, hogy kell használni ezt a csodálatos kesztyűt majd. Legalább az egyik halott. Köszi. Fasza. Thank you.
van, hát újra itt vagyunk, kedves póknál. Szevasz. Fú, de ronda vagy. Halló? Azt azért megnézem, hogy egyáltalán ez a Zatana... Ó, a Zatana gyűrűje legalább nálunk van, úgyhogy... Faszom. Jó van, ez a pók itt megakadt az éterben, jó van. Ja igen, ez vezet az alsó részhez, de legalább a hátam még itt tudunk ütni annak az íjásznak. Hogyha arról van szó. És megvan a kesztyünk is legalább. Aha. Köszi. Szúj meg, bocsánat. Jó van. Itt jók vagyunk még. Másik oldalunk. Pont ütöttünk, mire ütött volna. Szerencsére. Csak használjuk a kesztyűt. Nézzük ezt az explózív féle támadást. Ah, nincs elég stamina hozzá. Ugye, pont megütött a pajzsunkat, ugye, mert az ugye a hátunkon van. Szerencsésen. Magább addig a checkpointig eljutnék. És akkor egy ilyen második streamnek ez pont fasza lesz talán. Ez az. Faszán ütöttük egymást. Megnézzük, mit ér ez az explosive cucc. Elég jót, nem is rossz. Nem is rossz a cucc, nem is rossz. Gondolom, majd lehet rajta majd fejleszteni. Legalábbis remélem. Üff, az anyád. Nice. Van, itt még le nem megyünk. Odáig a checkpointig kéne eljutni, viszont ott lesz egy íjász. Meg egy ilyen csoda lény. Vegyünk meg egy potiont, én a mondó vagyok, és gyors fussunk vissza ide. Aha. Oké, jók vagyunk már. Déli Watchtower. Aha. És van ugye idősávja annak, hogy mikor tűnik el a szellemünk. És ezt láthattátok az előbb, hogy eltűnt. Szerencsésem. Legalább az íjász köcsögnek annyi. Köszönjük. Köszi. Hogy jöttél és itt voltál. Jó van, akkor jók vagyunk ezzel a résszel legalábbis. Ah, és meg is van checkpointok. Ó, és van ott egy nő, aki fogja semmit. Na, ezt megnézem. Where is it? Where is what? Back off. This doesn't concern you. Ne dobd le a semmit, jó? Arra nyomtam, hogy ne dobja le. They're liars and worse besides. Not only okay. Did they steal my family valuables, but they've hidden the pathway. Oh, a csaj. Hello. Miről is beszélsz? Pathway. A door to places otherwise unreachable. Elérhetetlen. Places that hold secrets. Titkokat tartogat. Hold power. Uh-huh. I was on my way there when the rogar appeared out of nowhere. Rogárok feltűntek. I'm sure it's still here. It's in the book of lineage, and the book does not lie. Van egy speckó könyv, ami nem hazudik. Érdekes. You sure those friars stole from you? I've always taken them for bookworms, not lifters. Don't be a fool. The men in here are just as twisted and corrupt as the people outside. I bet Antanas, this savior, allows it. They've bled the villagers dry over the years. They think people forget.
that the truth gets buried with the bodies they helped create. But they're wrong. I know what they did. I must go. Suit yourself. Érdekes dolgokat mondottak, csaj. Amúgy. Magic Leech. Na, fejleszünk közben karaktert. Hát, ha van elég tapasztalatunk, nem sok, de... Spellpontnak pont fasza egyébként. Nézzük, pont a rem fog kelleni nekünk, úgyhogy... Pak. Mert nem tudok rányomni. Érdekes. Nem tudok valamiért rányomni, ugye? Pipára. A most a jó. Most már rem is lesz, faszán. Aha, akkor a rem. Ugye korábban volt egy olyan pályarész egyébként, ahol... ugye volt egy ilyen, hát ilyen falszerűség, ami áttörhetőnek bizonyult. Ott a korábbi pályarészen, úgyhogy azt fogjuk most megkeresni újra. Van a csend, hogy itt van az íjász is, úgyhogy... Most fussunk vissza. Nem tudom pontosan hol volt, de azt hiszem erre visszafelé, azt tuti. Azt még gyors megnézzük, hogy mit rejt az a fal. Remélhetőleg ugye be tudjuk törni. És akkor utána egy ilyen második résznek tényleg jó volt ez a stream. Úgyhogy... Most így hirtelen nem tudom tényleg hol volt ez a fal. Azt hiszem arra volt, igen. Visszakosz ide. Jó van, ezek faszán újra termelődtek, ahogy nézem. Nem baj, legalább adnak egy kis XP-t. Lesz az a nagy darab rogár is. Hát persze. Miért ne lenne itt? A drága. Az anyádat. Legalább lehet rajta sebezni egy csomót. Na jó, nem egy csomót, de... Legalább jó pillanatban kapjuk el a... ...sét. Na még egyet, ez az. Király. Jók vagyunk. Aztán valamelyik szobába volt bent amúgy. Hello. Ja, ez egyszerre csaptunk oda egymásnak. Aha, meg is van. Ez az volt az a fal. Hiszem ugye a kettes volt a rem. Akkor hajrá. De miért nem oda lősz, haver? De komolyan. Na még egyszer megpróbálom azért. Már közben nézek egy olyat, hogy Magic Energy Shard. Gyorsabban nő a cucc. De miért arra lősz, bazeg? Ezt én nem értem amúgy. Na mindegy. Explosive. Ezt miért nem oda lő, ahol kéne? Csak én vagyok a hülye most. Lehet egyébként. Jó út, megint csak. Mert ugye karddal, fejszével, fegyverrel nem éppen lehet áttörni, úgyhogy... Na, próbáljuk még egyszer át, ha. Nem, éppen jön be. Próbáljuk meg távolabbról, hát, ha így jó lesz. Nem akar, szerintem. Jó van, ennek azért még szerintem utána fogok nézni majd, mert... Elvileg itt lehet, hogy lesz valami top secret cucc majd, ki tudja. Egyébként sose lehet tudni.
legalább most már úgy, ahogy faszán működik a játék. Kopogjuk le. És azért fejlődgetünk. Azért valamilyen szinten. Na, rakjunk egy kicsit az attribútumokra is. Biztos osszuk el az XP-t. Jó van, srácok, köszi, hogy itt voltatok. Ez egy ilyen rövidebb stream volt, vagy valami hasonló. Hogyha esetleg bárki nézte ezt a csodát. Egyébként. Úgyhogy ez egy ilyen rövidebb cucc volt, így vasárnap este. Szerintem lehet, hogy majd egyébként holnap fogom folytatni ezt így később, majd így, hát nem tudom, így 9 óra körül, mert a jövő héttől délután is leszek, jövő héten egész héten. És remélem majd akkor lehet streamre számítani, így hétfő, szerda, pénteken majd. És ugye hétvégén akkor szokásos módon. Úgyhogy vagy ez lesz hétfőn, vagy pedig a Sniper Elite 3 lesz végre folytatva, ugye a harmadik résszel. Egy erődbevétellel, ugye, vagy pedig ez lesz folytatva azzal, hogy végre rájövök, hogy hogy kell azt a csodálatos falat kilőni. Úgyhogy az lesz majd terítéken, azt azért még gyorsan megvizslatom, hogy ugye elvileg volt, hogy van olyan opció ugye a beállításokon belül. Controls, haverom, controls. Ez jó volt, szóval... Controls, és elvileg itt van egy olyan gomb egyébként, ami külön, amivel külön tudom menedzselni azt, hogy aha, F. Tehát akkor így F-vel tudod, F gombbal tudom külön menedzselni, hogy pajzsal és baltával menjen, csak baltával, illetve kesztyűvel is baltával menjen, faszán. Köszi, cukker vagy, de legalább a pajzsot csaptad. Kösz. Köszi. Jó van, szóval igen. Legalább ezt is faszán tudjuk. Ugye a G folyamatos nyomkodásával válthatunk ugye a tüzelési, úgymond tüzelési módok meg, között, ugye a kesztyűnek a segítségével, illetve az egyesre ugye lenyomtuk most a potiont, és ugye amúgy az E-vel tudunk váltani, hogy milyen shardot használunk ugye előtérben, érted? Úgyhogy ezeket tudjuk használni. Illetve ugye az inventory-ban ugye itt a potionöknél ki lehet választani azt, hogy melyiket úgy használod, úgymond a kedvencek közül. Végülis elnyomhatjuk ezt az attribútum pontot, illetve a cellpoint shardot egyébként, mert legalább lesz pontunk. Ugye attribútum pontot ugye itt fogunk tudni elhasználni. És akkor ugye, hogyha például ezt felfejlesztenénk, ugye mivel ez a fő fókusz a karakterünknek, ez a brawling féle mági alap, akkor ugye tovább is lehet menni majd ugye Deception, illetve Solence szára is majd ugye, de gondolom ez majd a New Game Plusnál lesz majd érdekes. És ugye mivel attribútum pontok vannak, ezért ugye ezeket tudjuk felosztani. Az előre mindenképpen teszünk azért. Illetve a... az endurance-re is. Biztos, ami tuti. Köszi. Illetve ugye van egy ilyen... point shardunk, ilyen spell point shardunk is, amit ugyancsak elnyomunk. Köszi. És akkor ugye a spell pontra lesz fasza. Ezt meg ugye elhasználom ide a remhez. Legalábbis aha. Fétet az 15-ös szintűre kell majd fejlesztenünk ugye ezáltal. A rage az pedig több damage-et ad majd nekünk, úgyhogy lehet, hogy az lenne még érdemes. Úgyhogy akkor marad az.
fasza. Akkor nézzük az inventory-t, ezt azért még gyors megmutatom. Ha marad a potion, akkor átváltunk ugye energy shardra, mint kedvenc. És akkor lesz majd egy, mit tudom én, egy ghost merge shard. Az majd jól jön később. Jó van srácok, akkor tényleg köszönöm szépen a figyelmet, hogy itt voltatok. Meg minden. További szép estét nektek és kitartást a hétre. Meg hasonló dolgok, úgyhogy majd hétfőn találkozunk. És sziasztok, meg minden jót nektek. És ezzel a csodálatos emberkével búcsúznék. Itt a coveren. Vagy talán, hát csak kilépek szintán, az a legegyszerűbb. Szóval tényleg köszi szépen a figyelmet, hogy itt voltatok, és szevasztok, hello!